A több mint 1 millió forintos beruházás eredményeként most mászókák, hinták, csúszdák, kisházak csalogatják játékra a gyerekeket. Az intézményvezetés és a pedagógusok választása nem véletlenül esett a szépen megmunkált fából készült darabokra. Ezek talán közelebb hozzák a gyerekeket a természethez, és közelebb hozzák a természetet a gyerekekhez. Iskolanap minden évben van. Uniós csatlakozással felérő esemény azonban csak egyszer egy emberöltő során. Vallják a vetélkedő szervezői. Megcsináltuk már hasonlóképpen 2000 évfordulóján is a magyar államiság ünnepét. Akkor is ilyen tematikus iskolanapunk volt. És most az Európai Unióba való csatlakozásunk, belépésünk napja, utolsó nap az EU-n kívül, holnap az első nap az EU-ban. Ezt mindenképpen muszáj megünnepelnünk, és mi tettekkel ünnepelünk. A jeles nap megnyitója még Harry Potter, akarom mondani EU Potter is megjelent. Oltalán személyesen Kató nénivel ropa a táncot. A gyerekekkel is úgy gondoltuk, hogy próbálják ki, vetélkedjenek, nézzék meg melyik országban milyen folyók vannak. Tudják meg, hogy milyen vallások vannak. Aztán tudják meg, hogy mikor alakult ez az unió, meg ilyenek. Hétfő délelőtt 10 órakor vette kezdetét a rendezvénysorozat egy ünnepélyes megnyitóval. Varga Sándor, a klub elnöke, dr. Áldozó Tamás alpolgármesterrel közösen leplezte le azt az emlékoszlopot, melyet Nyulasi József készített. Úgy érezte a klub vezetése, hogy emlékezzünk meg azokról a lovakról, amik 40 év alatt Pápai Lovasklubban fordultak. Az avatás után került sor az ünnepi közgyűlésre, ahol többen is emlékeztek a kezdetekre, illetve az eltelt évtizedekre. Az egyik kis teremben egy kiállítást is összeállítottak a szervezők a lovasklub sikereiről, eredményeiről. Emellett még lovas bemutató, lovagoltatás, kocsisztatás várta a lókedvelőket, korhatár nélkül természetesen. A Petőfi, a Tűr és a Református Gimnázium, valamint az Acsádi és a Gazdasági Szakképzőiskola bocsátja útnak végzőseit a holnapi ballagási ünnepségen. 30 végzős osztály 764 tanulójára irányul majd a figyelem. A városvezetés úgy gondolta, hogy a diákok mellett a tanárok is megérdemlik a reflektorfényt, ezért a búcsúzó osztályok osztályfőnökeit és az iskolák igazgatóit egy kis ünnepségre invitálták a polgármesteri hivatalba. Szombaton a ballagás napján általában a fény és a ragyogás teljesen megérdemelten azokra a diákokra esik, akik végig tanulták a középiskolai éveket, illetve esik természetesen a szülőkre, akik pedig megteremtették a feltételeket azért, hogy a gyerekeik ezeket az iskolákat elvégezhessék. De ma még az ünnep előestén sort keríthetünk arra, hogy köszönetet mondjunk aznak a pedagógusoknak, akik idáig elvezették a gyerekeket.